két hete nem látott szintre, 4050-re csökkent az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzések száma Olaszországban. Majdnem 1500 beteget nyilvánítottak gyógyultnak, ugyanakkor 24 óra alatt 837-en haltak meg a járványban, ami még mindig közel áll annak legrosszabb napjához. Az olasz szakemberek ennek ellenére óvatosan bizakodóak. Elértük a görbe tetejét, ez itt a csúcs, mondta a Nemzeti Egészségügyi Intézet elnöke. Pár napig most ezen a szinten stabilizálódik, és a várakozásaink szerint azután elkezd csökkenni. A görbe teteje nem egy csúcs, hanem egy fensík. Amikor eljutunk annak a végére, akkor indulunk el lefelé. Csökken a fertőzések és a halálozások száma a legsúlyosabban érintett Lombardiában is, ahol munkába álltak az Oroszországból küldött járványügyi szakemberek, akik idáig 11 egészségügyi intézmény fertőtlenítésében vettek részt. Kedden délben egész Olaszországban és a Vatikánban is félárbocra eresztették a zászlókat, és egy perces csenddel adóztak a járványban elhunytak emlékének. Olaszországban több mint 12 000 áldozata van a koronavírusnak.